Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, s a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a szeretetekkel. Kedves testvéreim, nagy szeretettel köszöntelek benneteket itt a Gazdagréti Szent Angyalok templomban, és köszöntöm a televízió kedves nézőit is, akik velünk együtt ünneplik a mai napon az évközi idő 33. vasárnapját. Ez a mai vasárnap különös üzenetet hordoz számunkra, lelkünkre köti az Úristen, az Úr Jézus figyelmeztető szava, a kitartásnak, a jó tettekben való hűségnek feladatát. Ebben szeretnénk megerősödni, azon a vasárnapon, amely már előkészíti a jótékony szentnek, Árpádházi Szent Erzsébetnek ünnepét, illetve a Karitász javáról történő összefogásunkat, ma a szeretet jelét, a Szent Erzsébet kenyeret vehetjük kezünkbe. A Szent Eukarisztiában halottainkra emlékezünk, a novemberi szentmise sorozatunknak 17. szentmiséjét ajánljuk föl a halottainkért. Először gyászhírünket szeretném megemlíteni, szomorú szívvel teszem közzé Simándi Józsefné, Hegedűs Judit testvérünk, egyházközségünk képviselő testületének tiszteletbeli tagja halálát, aki november 13-án a Magyar Szentek és Boldogok ünnepén lépett át az örökké valóságba. Immár a novemberi szentmiség további szakaszában őróla is megemlékezünk. De a halált megelőzi az élet, sőt követi az élet. A testi halált követi az örök élet, és ugyanakkor beragyogja életünket mindig az új születés, az új élet ajándéka. Ezzel az örömmel osztozunk a Holman családok örömében. Két gyermeket fogunk megkeresztelni a mai vasárnapon a Szentmise keretében. Egyházközségünk alelnökének, Fülöp Jenő testvérünknek unokáját, Benedeket és az ő unoka testvérét, Mátyást. Most pedig tekintsünk magunkba, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmadat, irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Dicsőség a magasságban Istennek.
éljünk. Urunk Istenünk, add, hogy örvendezve mindig neked éljünk, mert soha meg nem fogyatkozó és teljes öröm az, ha szüntelenül szolgálhatunk neked, minden javak szerzőjének, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Malakiás próféta könyvéből. Íme elérkezik az a nap, s izzó lesz, mint a kemence. Minden kevély és minden gonosztevő olyan lesz, mint a szalma. Az a nap, amely elérkezik, lángra robbantja őket, mondja a seregek ura, úgy, hogy sem gyökér, sem lombozat nem marad belőlük. Nektek pedig, akik félitek a nevemet, felragyog az igazság napja, és sugarai üdvösséget árasztanak. Ez az Isten igéje. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt második leveléből. Testvéreim, tudjátok, hogyan kell minket követni. Nem éltünk tétlenül közöttetek, senki kenyerét ingyen nem ettük, hanem keserves fáradtsággal, éjjel-nappal megdolgoztunk érte, hogy senkinek ne legyünk terhére. Nem, mintha nem lett volna rá jogunk, hanem mert példát akartunk nektek adni, hogy kövessétek. Már amikor nálatok voltunk, meghagytuk nektek, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék. Most mégis azt halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek, nem dolgoznak, hanem haszontalanságra fecsérlik idejüket. Az ilyeneknek megparancsoljuk, és a lelkükre kötjük Urunkban, Jézus Krisztusban, hogy békében dolgozva a maguk kenyerét egyék. Ez az Isten igéje. Thank you.
Szent Lukács könyvéből. Abban az időben, amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a templom, Jézus ezt mondta: jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kőkövön nem marad, mindent lerombolnak. Erre megkérdezték tőle: Mester, mikor történik mindez, és milyen jelek előzik meg? Ő így válaszolt: vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket. Sokan jönnek az én nevemben, és mondják, én vagyok. És elérkezett az idő, ne kövessétek őket. Amikor háborúkról és lázadásokról hallottok, ne rémüldözzetek. Mindennek előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég. Aztán így folytatta: nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen. De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak, és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát szívetekbe, ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan ékes szólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellent mondani. Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s némelyeket meg is ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket, de egyetlen hajszál sem vészel a fejetekről. Álhatatossággal őrzitek meg lelketeket. Ezek az evangélium igéi. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim, itt Gazdagréten a Szent Angyalok hajlékában, a televíziók mellett. Kedves családtagok, akik gyermekeitek keresztelését ünneplitek. A szeretet győzelmét hirdetjük a mai vasárnapon. És mégis olyan ellentmondásosnak tűnik és a szívünkben markoló az a szigorú figyelmeztetés, amit az Úr Jézus mond számunkra, hogy mindenki gyűlölni fog titeket az én nevemért. Mi a szeretet parancsát kapjuk és hordozzuk, azt kell megvalósítanunk, és mégis a gyűlöletnek a harcára kell felkészülnünk. De természetesen jól tudjuk azt, hogy a rosszat, a gyűlölést, gyűlöletet, a gyűlölködést leginkább a jóval, a jóságunkkal tudjuk ellensúlyozni, sőt, legyőzni. Ahogyan a mi megváltónk, Urunk Jézus Krisztus halála legyőzte a halált, és a feltámadás győzelme lett úrrá a világon, úgy azt megelőzően, vagy ezzel együtt, az Úr Jézus szeretete is legyőzi a halálnak előfutárát, a haragot és a gyűlölködést. A szeretet gyakorlása az ellenszere a rossznak, a széthúzásnak, széthullásnak, gyűlölködésnek. És milyen szép, hogy éppen ezen a mai vasárnapon gondolhatunk
a mi nagy szentünkre, Árpádházi Szent Erzsébetre, akit a világ türingiai Szent Erzsébetként ismer, úgy, mint a lisszaboni Szent Antalt, valójában mindig páduai Szent Antalként emlegetjük, mert a szentté válásának a hazája hordozza az ő nevét, vagy a neve ezt a földet, de mégis a mi magyar szentünk, akire nem csak hogy büszkék vagyunk, hanem aki a mi szeretett szolgálatunknak is, a szeretetben való buzgóságunknak is példaképe. Szent Erzsébettől a gyűlölködést legyőző szeretetet is megtanulhatjuk, mind a mellett, hogy az szegény gondozás, a hajléktalanok, a betegek ápolása, a kenyérosztás, az ajándékozás volt a jellemzője. Életrajzírója azt is elmondja, Marburgi Konrád, hogy az utolsó ruháit is szétosztotta a halála előtt, de mindemellett a jóért, azért, hogy ő a szeretetet tudja gyakorolni, ezért ellenérzésekkel, rossz indulattal, gáncsoskodással kellett megküzdenie, hiszen ott a türingiai fejedelmi közösségben és családban nem nézték jó szemmel az ő adakozását, bár hatalmas hozománnyal, mint egy kincses kamrával, a kincses kamrányi értékkel érkezett 4 éves korában Wartburg várába, de a jótékonyság zavarja azokat, akik szűkkeblőek, akik inkább választják az önzést, akik nem értik meg Jézusnak azt a figyelmeztetését, hogy aki meg akarja menteni életét, az elveszíti azt, és azt találja meg az életet örökre, aki elhagyja az életét, és szétosztja magát, és mindenét odaadja Krisztusért, és az egyházáért, és az embertársaiért. Az a különleges csoda, amikor ő egy leprás, hajléktalant férje ágyába fektetett, és hazatérő férje szerette volna leleplezni ezt a különös jótékonykodást, a megfeszített Krisztust látta az ágyában. Legenda ez, de fontos üzenet. Bármi jót teszünk, azt az Úr Jézusnak tesszük, és a figyelmeztetése szerint tudunk igazán a jóban győzedelmeskedni. A mai evangéliumnak a végkicsengése nem csupán a gyűlölet veszélyére való felhívás, figyelemfelhívás, hanem az álhatatosságnak a feladatára is intelmet kapunk. Álhatatossággal őrzitek meg lelketeket. Aki mindvégig kitart, üdvözül, mondja az Úr Jézus egy más helyen. És azt is tudjuk Szent Pál apostoltól, hogy amíg időnk van, addig kell jót tenni mindenkivel. Addig kell gyakorolnunk a jót az embertársainkkal. Amíg itt a földi életben erre az Úristen időt enged, ne fáradjunk bele tenni a jót, és következik a kitartásra való intelem, mert ha kitartunk, annak idején aratni is fogunk. Kedves testvéreim, néhány perc múlva családi ünnep, de az egész nagy család, az egyházközség és az egész Anyaszentegyház fontos ünnepe kezdődik a keresztelésben, mert hiszen mindnyájan örvendünk annak, amikor Isten gyermekeinek a száma és Isten népének a száma gyarapodik, az Úr Jézus testvéreinek a közössége. És tudjuk azt is, hogy mi ezt a fontos szentséget, a kaput, a belépésnek első szentségét, ezt itt a Szent Angyalok templomban fogjuk ma kiszolgáltatni. Nem feledhetjük el azt, hogy
a szent angyalok figyelmeztetnek bennünket arra a harcra, amiről már itt gondolkodtunk, hogy le kell győznünk az ellenségeskedést, a gyűlöletet a jóval. Ahogyan a szent angyalok harcban állnak a bukott angyalokkal, és ahogy nekünk embereknek is föl kell vennünk ezt a harcot a rosszal szemben, mert hiszen a rossz a földi életünkben nem egy elvi kérdés, nem egy erkölcsi kérdés, hanem személyes állásfoglalás. Amikor ellene mondunk a gonosznak, a sátánnak, a bukott angyaloknak, az ördögöknek, és megújítjuk a hitünket az Úr mellett a jó tetteinkben. Amikor majd megkenem ezeket a gyermekeket a keresztelendők olajával, akkor fogunk emlékezni erre a harcra, amit mindnyájunknak vállalnunk kell egész földi életünkben, hogy legyőzzük jóval a rosszat, a szeretettel a gyűlöletet. Az élet győz a halál felett, és nem az élet-halál váltakozása jellemzi csupán az életünket, hanem az életnek végérvényes győzelme is. Erre gondolunk most, amikor a keresztelésben az új életet köszöntjük a megszületett gyermekekben, akik ma isteni életre születnek. Egyúttal fájdalom van a szívünkben, valahányszor elveszítünk valakit. Jenő testvérünk a testvérbátyját veszítette el nemrégiben, egyházközségünk Jutka asszonyt, de mint látjuk, a Jóisten mindig az életre mond igent, és így az élet győzelmét is köszöntjük a mostani keresztelési ünnepünkön. A szertartásban majd említeni fogom, hogy mit csináljunk, mikor, mit tegyünk és mit válaszoljunk. Most először a bemutatkozó kérdések következnek. Kérem a kedves szülőket és keresztszülőket csak, hogy most ti álljatok fel. Bár megemlítettem a gyermekek nevét, és nem a feledékenységemnek a következménye a következő kérdés, hanem annak a fontos szándéknak jelzése, hogy amikor a kedves szülők a hitüket is meg akarják osztani a gyermekeikkel, akkor a gyermekek nevében válaszolnak, és először is bemutatják Isten népe előtt a gyermekeket. Kedves testvéreim, kedves szülők, kedves keresztszülők, a szülő számára nagy öröm és ajándék a gyermek. A keresztény szülők ezt az ajándékot Istennek, minden élet forrásának köszönik meg. Szent hitünk tanításából azt is tudják, hogy Isten, ami mennyei atyánk, a keresztség által isteni életében részesíti az embert. Gyermekévé fogadja, a Szentlélek templomává, és a mennyország örökösévé teszi. Kedves szülők, ti is azért hoztátok el gyermekeiteket ide az Isten házába, hogy erre az isteni életre vízből és Szentlélekből újjászülessenek, és Krisztus titokzatos testének az egyháznak tagjaivá legyenek. Most Krisztus egyházának a nevében kérdezlek benneteket, hogy mi a gyermek neve. Mi a gyermek neve? Amikor nevet adunk a gyermekeknek, akkor sajátos élethivatást is köszöntünk, amivel a Jóisten megajándékozta őket, és védőszentet is tisztelünk, a mi katolikus hitünk szerint valljuk, hogy az égiekkel egy közösségben élvezhetjük az ő közbenjárásukat. A Benedek névnek védőszentje, Szent Benedek Európa fő védőszentje, a Mátyás névnek pedig Szent Mátyás apostol, akit az apostoli testület az áruló Júdás helyébe választott.
Azt is tudom, hogy miért vagyunk együtt, de megkérdezem, mit kértek Isten egyházától Benedek és Mátyás számára? Nektek, akik gyermeketek számára a keresztséget kéritek, kötelességtek lesz őt úgy nevelni, hogy hitünk szerint éljen. Tartsa meg Isten parancsait, úgy szeresse Istent és embertársait, ahogy Krisztus Urunk tanította. Vállaljátok-e ezt a kötelességet? A keresztszülőket is kérdezem, megígéritek, hogy támogatjátok-e gyermekek szüleit vállalt kötelességük teljesítésében? Benedek és Mátyás, nagy örömmel fogad titeket a keresztény közösség. Ennek a közösségnek nevében megjelöllek titeket a kereszt jelével. És most ti is jelöljétek meg egy kis kereszttel a gyermekek homlokát, mert befogadjuk őket a keresztény közösségbe, és ez a szülői áldás a befogadásunknak a jele. Most pedig helyünkön ülve maradva, de a közös imát folytatva a szentek közbenjárását kérjük, a rövid litánia fohászokra válaszoljuk majd azt, hogy könyörögj érettünk, illetve könyörögjetek érettünk. Szentséges Szűz Mária, Isten anyja, keresztelő Szent János, Szent József, Szent Péter és Pál apostol, Szent Mátyás apostol, Szent Benedek apát, Istennek minden szentjei, Istennek szent angyalai. Most történik tehát a harcra való felvértezés, az olajjal való megkenés. A keresztelendők olaja megerősít minket abban a küzdelemben, amit vívnunk kell a gonosszal szemben. Mindenható Úrunk és Istenünk, Te elküldötted egyszülött fiadat, hogy a bűn rabságában sínylődő embert Isten gyermekeinek szabadságával ajándékozd meg. Alázatosan könyörgünk hozzád ezekért a gyermekekért, akikről tudod, megkísérti majd őket a világ, és hogy küzdeni fognak az ördög cselvetései ellen. Fiat szenvedésének és föltámadásának erejével, ments ki most őket az áteredő bűn ártalmából, vértezd fel Krisztus kegyelmével, és szüntelenül oltalmazd életünk útjain, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az olajat vesszük a kezünkbe. Védelmezzen téged Krisztusnak, ami üdvözítőnknek ereje, ennek jelül megkenünk téged az üdvösség olajával Krisztusban, ami Urunkban, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Védelmezzen téged Krisztusnak, ami üdvözítőnknek ereje, ennek jelül megkenünk téged az üdvösség olajával Krisztusban, ami Urunkban, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus a Szent Földnek, az ő hazájának Szent folyójában megmerítkezve adott példát a lelki megtisztulásra, bár ő bűnt soha nem követett el. A gyermekeket is most a Szent Föld vizével, az Jordán vizével fogom megkeresztelni. Hálát adunk az élet ajándékáért, a megtisztító vízért. Most válaszoljuk az áldó fohászainkra közösen, áldunk téged, Istenünk. Jóságos Atyánk, Te a keresztség forrásából árasztod lelkünkbe az Isten gyermekség új életét. Áldunk téged, Istenünk. Te vízből és szent lélekből minden megkeresztelt embert egy néppé teszel fiadban, Jézus Krisztusban. Áldunk téged, Istenünk. Te szívünkbe öntött szereteted lelkét, és általa szabaddá teszel minket, hogy a Te békédnek örvendjünk. Áldunk téged, Istenünk!
Te a megkeresztelteket választott ki arra, hogy örömmel hirdessék minden népnek szent fiad evangéliumát. Áldjon téged, és megáldom a keresztvizet. Áld meg kegyesen ezt a vizet, amellyel megkereszteljük Benedek és Mátyás szolgáidat, akiket meghívtál a keresztségre, hogy örök életük legyen, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves szülők és keresztszülők, a gyermeknek, akiket az egyház színe elé hoztatok, Isten jósága új, kegyelmi életet ad vízből és szent lélekből. Neveljétek majd őket szent hitünk tanítása szerint, és féltő gonddal ügyeljetek arra, hogy az isteni élet napról napra növekedjék bennük, és azt a bűn soha meg ne fertőzze. Hitbeli meggyőződésetek hozott ide benneteket, és mindnyájan jól tudjuk, hogy a keresztséget az egyház hitében szolgáltatjuk ki, és ezért kérem testvéreimet most, hogy mindnyájan álljunk föl, és a Szent Mise hiszek egy imáját most a keresztségi hitvallással fogjuk megtenni. Először tehát ellene mondunk a gonosznak, majd pedig tegyetek bizonyságot a krisztusi apostoli hit üzenetéről. Ellene mondotok-e a sátánnak? Ellen. És minden cselekedetének? Ellen. És minden csábításának? Ellen. Hisztek-e Istenben, a mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett, akit eltemettek, de föltámadt a halálból, és ül az atyának jobbján? Hisztek-e a Szent Lélekben, a katolikus anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek föltámadásában, és az örök életben? Ez a mi hitünk, ez az Anya Szent Egyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen. Most történik a keresztség szentségének kiszolgáltatása, amit még felállva várjunk meg, hiszen két gyermekünk születik Isten egyházában. Majd utána töröljétek meg, vagy egy kendőt oda. Fogd meg. Akarjátok-e, hogy gyermeketek, Benedek, elnyerje a keresztséget az egyház hitében, amelyet az imént mindnyájan megvallottunk? Akarjuk. Benedek, én megkeresztellek téged az Atya és a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Akarjátok-e, hogy gyermeketek Mátyás elnyeri a keresztséget az egyház hitében, amelyet az imént mindnyájan megvallottunk? Mátyás, én megkeresztellek téged az Atya és a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Hívő közösséget kérem, hogy foglaljunk helyet, mert még van három rövid szertartás a keresztelőből. Az első, amikor megkenem a Szent Krizmával a gyermekeket, akik most a Szentlélek templomaivá lettek, a másik a fehér ruha átadása, a keresztelői ruhák felterítése a gyermekekre, amit egyházközségünk hívei szoktak varni és hímezni, és így készítik elő a keresztelőinket, és ez az egyházközségünk ajándéka is. Végül pedig átadom majd a keresztelői gyertyát, hogy Krisztust, a világ világosságát követhessük mindnyájan. Ezt követi majd a hívek egyetemes könyörgése, szokott módon folytatódik majd a Szent Mise. Most ismét az olajakra lesz szükségünk.
A mindenható Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, megszabadított benneteket a bűntől, vízből és Szentlélekből új életet ajándékozott nektek. Most pedig felkentiteket az üdvösség krizmájával, hogy szent népéhez tartozzatok, s tagjai maradjatok Krisztusnak, aki főpapunk, prófétánk, királyunk, és így elnyerjétek az örök életet. Amen. És átadom a keresztelői ruhát is. A fehér ruha a megtisztult léleknek és az ártatlanságnak a jelképe, és a Szentírásban, a Jelenések könyvében olvassuk, hogy az üdvözültek fehér ruhába öltözve vonulnak be a mennyegzőre, a bárány mennyegzőjére, vagyis az üdvösségre. Benedek, a keresztségben új teremtmény lettél, és Krisztust öltötted magadra. Ez a hófehér ruha legyen keresztény méltóságod jele, hozzátartozóid szava és példája pedig támogasson, hogy ezt a méltóságot tisztán megőrizd az örök életre. Amen. Mátyás, a keresztségben új teremtmény lettél, és Krisztust öltötted magadra. Ez a hófehér ruha legyen keresztény méltóságod jele, hozzátartozóid szava és példája pedig támogasson, hogy ezt a méltóságot tisztán megőrizd az örök életre. Amen. Most meggyújtjuk a keresztelői gyertyákat. Nem csak a keresztvíz származik a Szentföldről, hanem ezek a gyertyák is. Betlehemből, az Úr Jézus szülő falujából, hiszen akkor még csak így emlegethetjük. Vegyétek Krisztus világosságát. Vegyétek Krisztus világosságát. Rátok van bízva a világosság, a hitnek, a kegyelemnek a fénye, amelyet ez a gyertyaláng jelképez. Óvjátok gondosan, hogy gyermeketek, akikre most ráragyogott Krisztus világossága, szüntelenül a világosság fiaiként járják az élet útját. Maradjanak álhatatosok a hitben, és amikor az Úr eljön, örömmel járulhassanak elébe az összes szentekkel együtt a mennyei hazában. A keresztelési szertartásokat befejezve, most kérem, hogy ismételjünk fel, és elmondjuk a könyörgéseinket. Testvéreim, az idő és az örökké valóság ura nem elítélni, hanem üdvözíteni akar minket. Kérjük kegyelmét, hogy minden megpróbáltatás között is hűségesek maradjunk hozzá. Vésd szívünkbe, Urunk, azt az igazságot, hogy Te minden megpróbáltatás közepette változatlanul szeretsz minket. Erősítsd egyházadat, hogy minden viszontagság ellenére hűségesen tanúskodjék rólad az emberek előtt. Segítsd a népeket, hogy a viszályok megszűnjenek, és töretlenül megmaradjon a lelkekben a testvéri összetartozás tudata. Ne engedd, hogy a rosszat rosszal viszonozzuk, és fordítsd felénk azok szívét, akik nem szeretnek minket. Add meg híveidnek a mindvégig való álhatatosság kegyelmét. Add meg, Urunk, megkeresztelt gyermekeinknek az álhatatosság kegyelmét, és mindnyájunknak a jóban való kitartás ajándékát. Urunk Istenünk, őrizd meg népedben az örök élet reményét,
és az irántad való igaz szeretetet, hogy semmiféle viszontagság el ne szakítson tőled, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Foglaljunk helyet. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk Istenünk, hogy a fölségednek bemutatott áldozati adomány szerezze meg nekünk a szívbeli odaadás kegyelmét, s vezessen el az örök életre, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk. Szentséges Atyánk néked, szeretett fiad Jézus Krisztus által. A te örök igédő általa alkottál mindent, és őt küldted, hogy üdvözítőnk és megváltónk legyen. Ezért öltött a Szentlélektől testet, és született a Szent Szűztől. Majd akaratodat teljesítve és szent népet szerezve néked, a keresztfán kitárt karral elszenvedte a kínhalált, hogy feloldja a halálnak átkát, és a feltámadásról bizonyságot adjon nékünk. Mi ezért az angyalokkal és minden szenteddel együtt dicsőségedet hirdetjük, és egy szívvel zengjük. Szent vagy,
szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segéd püspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, elhunyt szeretteinkről, híveinkről, jótevőinkről és lelki pásztorainkról, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból, akikért novemberi szentmiséinket fölajánljuk. Add, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt többi testvérünkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent angyalaiddal, a Szent apostolokkal, Árpádházi Szent Erzsébettel, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk mennyei atyánknak gyermeki bizalommal, mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Hagyj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus,
Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Béke veled. Béke veled. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékon vagyok, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Keresztelő családok tagjait, akik áldozni szeretnének, kérem, hogy gyertek majd ide föl az oltárhoz. Krisztus teste és vére. Amen. Krisztus teste és vére. Krisztus teste és vére. Thank you.
ha nincs rá lehetőség, hogy valósággal megáldozza szentmisén, áldozzál legalább szívedben és lelkedben, égő vágyakozással egyesülve az üdvözítő életadó testével. Szalézi Szent Ferenc. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költöz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, magunkhoz vettük a szent áldozat ajándékait. Alázattal kérünk, hogy növelje szeretetünket az, amit szent fiad az ő emlékezetére cselekednünk parancsolt, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
Kedves testvéreim, most a Szentmise végén, a Szentmise áldása előtt külön megáldom a kitett kenyereket, természetesen a háttérben lévő Szent Erzsébet kenyerekre is, és még inkább a mi jó akaratunkra is száll Isten áldása. A szeretet, a jótékonykodás jeleként vigyétek majd haza magatokkal ezt a Szent Erzsébet kenyeret. Gondolom családonként mindenképp jut, de külön-külön az egyedülállóknak is természetesen fogok adni Szent Erzsébet kenyeret, amellyel előkészülünk a jövő vasárnapi karitás gyűjtésre. Krisztus király ünnepén, a jövő vasárnapon a persely gyűjtésünket országos szinten is, a katolikus karitást a szegények, rászoruló testvéreink és családjaik számára ajánljuk fel. Most tehát a Szentmise végén a kivonulás helyett majd itt várlak titeket a szentély kapujánál, és szeretném átnyújtani nektek a Szent Erzsébet kenyeret. Holnap indul a plébániánkon meghirdetett zarándoklat a Szentföldre. Távollétemben dr. Fügedi Antal Levente mezőbikácsi plébános atya fog helyettesíteni. Minden lelki pásztori ügyben forduljatok hozzá bizalommal. A héten több ünnepünk is lesz, mint említettem, Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe, és amit még kiemelek, november 22-e, Szent Cecília, az egyházi zene védő szentjének az emléknapja, és egyúttal 22-e a Szent Sárbel kultusz napja is. Ahogy elindítottuk már két alkalommal is, ismét lesz bizánci liturgia a templomunkban 22-én délután 5 órakor, amit Kocsis Tamás görögkatolikus budai szervező lelkész atya fog végezni, akik tehát a Szent Sárbel tiszteletnek ápolói, jöjjenek szeretettel erre a szent liturgiára. A jövő vasárnap templomunk 15. születésnapját fogjuk megünnepelni. Egyrészt kapcsolódik ez az ünnep a Szent Cecília naphoz is nyilvánvalóan, és Krisztus király ünnepéhez, de külön hangversennyel emlékezünk a templomi kórus, a De Angelis nevet viselő kórusunk szolgálatára, egy másik 15 éves kórus közreműködésével, illetve két kórus összefogásával. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának szintén 15 éves kórusával együtt a mi kórusunk Vivaldi Gloria című művét fogja majd előadni, és saját kórus műveket is. Az ünnepi jubileumi koncert 24-én, a jövő vasárnap este 6 órakor kezdődik majd. Aztán egy hetet kell csak várnunk egy újabb koncertre. A lakótelepünk melegét és fűtését is biztosító főtáv ZRT fogja majd a következő koncertet felajánlani, jótékonysági koncertként december 1-én, advent első vasárnapján. Ezt majd még fogjuk hirdetni, délután 4 órától kerül sor a koncertre. Majd aztán decemberben lesznek még hangversenyek, pásztorjátékok, ünnepi előadások. Erről majd még később beszélünk. Ami még fontos, hogy november 25-én este 4-8-kor lesz Esperes kerületünk utolsó búcsú ünnepe, a Tabáni búcsú, az alexandriai Szent Katalin templomban, az Erzsébet hív budai hídfőjének a közelében van a Tabáni templom, mint tudjuk.
Hegyi Balázs atya mindannyiunkat szeretettel vár. És visszatérek még az emlékezés gondolatára. Simándi Józsefné, Jutka asszony mindannyiunk számára hiányozni fog, de amikor így módon búcsúzunk, hogy az ő hiányát emlegetjük, akkor mindig magunkra gondolunk, hogy miben nem fog már nekünk segíteni, miben, milyen helyzetben nem tud ránk mosolyogni, mit kell majd nélkülöznünk. Jutka asszony a Jóistennel egységben lépte át az örök élet kapuját, hiszen még minden szentek napján itt volt közöttünk, és a Szent Misén áldozott is, majd pedig a Szent János kórházban feladtam neki a Szent Kenet szentségét és a pápai áldást, vagyis a teljes búcsút jelentő áldást, így tehát a Jóistennel szeretetben, egységben és jó tetteinek gazdagságával lépte át az örök élet kapuját. Az emlékező gondolatokat róla majd elolvashatjuk a hírlevélben, az angyalszóban. A temetésének az időpontját pedig a jövő vasárnap fogom hirdetni, de arra készülünk, hogy az ő búcsúztatása, az engesztelő szentmise, lelki üdvért itt lesz majd a mi templomunkban. A Jóisten áldását kérem rátok, az ünneplő családokra, családtagokra. Örvendjünk annak, hogy a Jóisten az élet ura, és mindannyiunkat hív az örök élet boldogságába, de csak azok jutnak el oda, akik álhatatosan megőrzik lelküket. Erre kérem most a Jóisten áldását. Előtte megáldom az Erzsébet kenyereket. Légy áldott, Atyánk, ég és föld teremtője, aki a mindennapi kenyérben jóságod jelét és a családi asztal eledelét adod nekünk. Terjeszt kezedet fölénk és a kenyerek fölé, add, hogy ezek a Szent Erzsébet kenyerek emlékeztessenek a te szeretetedre és arra a szeretetre, amelyel Árpádházi Szent Erzsébet kenyeret osztott a szegényeknek. Segíts, hogy ma mi is nyújthassunk legalább egy kenyeret vagy a szeretet tettét embertársainknak. Add meg a földön élő valamennyi gyermekednek az élelmet, amely testük táplálásához szükséges, és igédet, amely az örök életre elvezet. Áld meg kegyesen ezeket a kenyereket, amelyeket az adakozó szeretet jeleként eléd hoztunk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek! Áldjon, őrizzen és védelmezzen benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen négy oltalmon. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek keresztére körüljárnak a világban, Isten erejére, taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, Szűz Mária kegyelmek anyja, magyarok szent őrangyala, Szent Pió és Szent Sárbel atya, mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei.